rendhagyó alkalom és rendhagyó készületek zajlottak a játék elkészítéséhez. Istennek hála, gyönyörű időnk van. Tegnap az elsőben már elkezdődtek az előcsatározások. Mindössze annyit tudok mondani, hogy ehhez mértékű pirotechnika bevetésére eddig itt Szigetváron nem került sor. Ennyi csapat még nem vett részt történelmi játékon, mint most, amennyi látható. És ezennel a játék ismét Zrínyi Miklósról és hős katonáiról, Szulejmán szultáról és győzhetetlen ármádjáról fog szólni. Itt a 449. évforduló alkalmából. A jövő évi nagyszabású rendezvényeknek egyfajta előkészületei zajlanak, és ez a játék is, ha úgy tetszik, lehet, hogy főpróbálja a nagy országos rendezvénynek, amit jövőre szeretnénk Szigetváron megrendezni. Kezdődjenek hát a játékok, kezdődjön az ostromjáték itt a 449. évforduló alkalmából. Nagy híres Szolimán, törökök császára, hadat indított ismét az országra. Ekkora sereget nem látott a világ, 100 és 20 ezer török katonát. Halálnok ő velük, sok lövő szerszámok, ágyújuk 200 és 93. Sok derék, spáhiuk és jó janicsárjuk, csak lovasban 100-szor 1000 katonájuk. Nagy vezérik vala a Szokol Mehmed. Hadtanácsban foglalja az első helyet, néki parancsszava ezreket vezényel, felette egyedül csak a szultán rendőr. Ősz már Szolimán nagy a szakálla, 70 és 2 tavasz látott már azóta, ő is fölkészül a sereggel indulva, mivel álmát eképp egy dervis magyarázta. El kell néked menned szép Magyarországba, ott fénik tenéked az szép aranyalma, hiába tenéked azt te sok koronát, míg nem magyar honnak nem bírod birtokát. Annak koronáját te nagy ősöd viseli, az kinek ostorát egész világ véri. Idész rettenetete minden népeknek, Bécs és Róm után minden keresztényeknek. Hülde azonképpen követett a szultán, Szigetnek várába sietve induljon. Kérje el kulcsait Zrínyitől nyomban, mert ott megállni nem lehet az harcokban. Megy a török követ Szigetvárához, áll Zrínyi gróf felé, kezd mondandójához. Szultán akarata, add át várat kulcsát, mellé küld el kardot, és akkor élni hagy. Amit rám bíztak, azt én nem adhatom. Nem enyém az, hogy azt tenéket juttathatom. A kardomért, ha az kell, érte kell jönni. De azt csak halálért tudom cserélni. Ekkor Szigetvárát egy nagy tó kerítette, almapatak vizét egy nagy gát növelte. Hozzájá csak hídon lehetett bemenni, óvároson által a várba bejutni. Óváros vala három kaputoronnyal, három szegletében három bástya vala. Ezen kívül csak az újváros álla, ennek szegletében két sarkán egy-egy bástya. Városok voltak árkokkal kerítve, hidakon vitt az út azok közepébe, várva olyan keskeny palló vezetett, bárki oda csak csónakkal könnyebben bemehetett. És megérkeztek a török seregek, fölkészültek a mustrára, érkezik is a nagyvezér a szultánnal, hogy szemügye legyen a csapatokat, akik fölkészültek a harcra. A katonák szokás szerint tiszteletet adnak az uralkodónak, rendezik soraikat, készülnek a nagyvezér és a szultán fogadására. A szultán hagyományosan zenészek kísérik, testőrség kíséri, kicsit a háremet is láthatjuk, és már figyelmes volt, az észrevette, hogy a tó partján a szultán sátra is föl van állítva, várja, hogy a hadisak megérkezzen. Fontos történelmi eseményeknek a színtere lesz ez a sátor, a játék során és a történelemben is az volt. Szigetváron őrsége is fölkészül, a leírások szerint vörös posztóval vonták be a bástyákat, ünnepnek tartották, nagy megtiszteltetésnek, hogy maga Szulejmán szultán személyesen vesz részt ezen a hadjáraton. Nem csak ugye a katonai erő volt roppant nagy, 100-150 ezer katonája a szultának, hanem komplett udvartartása is ide érkezett. Velük szemben a 2500 magyar és horvát védő elenyésző kisebbségnek számított, viszont az ügy, amiért harcoltak, az őket héroszokká, hősökké magasztaltak. Következzen Szulejmán szultán és Mehmed nagyvezér érkezése.
miskolósi törökök előtt kezdődik. Aztán a híres Szejmenek következnek, akik előtt szintén elvonul a fényes orcájú padisak. Szinte szemesen rebben úgy látom. Sor elejére vonul és talán onnan indul. A jobb szárny felől a mostra. Fejet hajtanak Egervár törökjei. A nagyvezér pedig néhány szóval méltatja ezeket az uralkodónak. Parancsnokok, bégek bemutatása történik. Néhány szóval a katonák is roppant lelkesek, hogy maga a szultán személyesen vezeteti őket a hadba. Óriási megtestesítés, nagy erőt jelent ez a katonák számára ebben a háborúban. És itt vannak most ismét Siklós törökjei. Siklós 1543-ban tudta elfoglalni a török csapat, meglehetősen korábban. Szigetvár szomszédságában jelentős volt Siklós vára. Aztán Szejmeneket látunk, Tata várából érkeztek. Jól fölpáncélozott sereg, zsoldosok ezek. Élkatonák, és hát a szultán szereti őket természetesen, látjuk, hogy azért mosolyog is. Ismételten látunk Pécsről való katonákat, közeli szondzsákokból. Tüzérség előtt is elvon a szultán, és hát természetesen kedvenc alakulat a janicsárok előtt vonul el, akik ebbe az esetben Tata várából érkeztek zömmel, és ezzel a kék egyenruhával az újkori hadseregek reguláris alakulatai között a janicsárok voltak, ugye azok, akiket megemlíthetünk. Balkáni államokról toborzott gyerekekből nevelődött ez a hadsereg, sok mindent lehetne róluk elmondani, azonban most annyi elég, hogy a szultánnak valóban kedvelt alakulata, és a török hadsereg gerincét alkotja a janicsároztak. Nagy számba vettek részt itt Szigetvár ostromában is a janicsárok, a város keleti oldalán foglaltak állást, és a legnagyobb ágyút a szultán ő nekik adta oda, a híres Focsián ágyúját, amit Kácián tábornoktól zsákmányoltak el 1534-ben a törökök. A mustra most a véget ér, a szultán szemügye veszi még a különböző összegyűlt hadinépet, már borzasztó hadsereg ez, a jelenléte óriási előtt jelent. És hát a szultán megvárja az imát is, ugyanakkor ezt az imát fogja előadni. A katonák fölkészülnek az ima fogadására. És a harcok előtt ugye a lélek fölkészítés ez nagyon fontos. Az imán megtalálja a küblát, azaz az ima irányt. Napjárásából az igazidőek tudják, merre kell fordulni. Ugye délkelet irányba esik körül meg a városa is. Imára hívó ének az ezán hangjai hangzanak föl.
Nem mindig, de élek kicsit jobban megint akkor. A válasz magyar részről sem maradhatott el. A törökök a Akbar kiáltására magyar hitünk szerint válaszoltak. Ez a kiáltás legalább úgy hallatszott, hogy 2500 ember hangját még a török krónikás is meghallotta, és ezt le is írhatta a török históriában. Ekkor Zinyi Miklós köré gyűltek a vitézek. Katonák pedig alapig Gáspár hadnagy után esküdtek föl az ő szabát követve. Thank you.
Rostrom alatt a tisztelt kérő mindenkinek a helyét, ahol nem hagyhatja el. Mindenki megkapja az elivalóját, egy meseg bor, sur, ecetet, tisztet. Ha nincs nájtestvére, anyja vagy felesége, aki megkisse, tizenesettől vételsze kenyeret. Végül, törökkel, mert törökkelet nem fogadjuk el. A nyilván belőnek azt adják a kapitányának, vagy a hatagyának. A levélben csak két dolog lehet. Fenyegetés, vagy alkú. Fenyegetéstől nem félünk, alkúba nem bocsátunk. A haza nem elkú. Ezek után mind kijelölték a helyüket, kinek hol álljon. A kapitányokat, vajdákat igazították. És felhatalmazta arra is vinni őket, hogy aki ennek ellenpont, azt minden bíráskodás nélkül vágják le. Továbbá, titokban se lehetett beszélgetni. Sugdolózókat azonnal jelenteni kellett a kapitánynak, és hogyha valaki ezt eltitkolta, azzal együtt kellett azt úgymondván ott helyben kivégezni. Aki pénzt lopott, vagy értéket mástól, és nála ezt megtalálták volna, azt is minden ítélet nélkül helyben kéretet felakasztatni. Zrínyi aztán visszavonult a várba, és tovább rendelkezett. Egy nagy akasztófát állítatott közel a várkapuhoz. Fenyegetésű. Majd egy gyalogost, aki szabját rántott Vajdájára, levágatott a nagyvárosban a piacon. Ugyanakkor Mahmud aga Vilics fejét is levágatta valamilyen hitszegésért, amelyet úton sziget felé haladva követett el. Ezek fejei a katonák között fölmutatták. A hatagyok mindeközben kijelölik az őrhelyeket, és fölkészülnek a csatára. A törökök is rendeződnek, a tüzérek előre tolják ágyúikat, és a csata előtt szokásos bajviadal kihívás következik. A török részről két kopját visznek előre, nevezve ketten kívánkoznak megmérkőzni a magyar erejével. Két bátor vitéz hív ki, két magyar daliát. Két pár fog vívni egymással, egymást követően. A kihívó török részről Pervíz aga. Illetőleg Balbazán, a híres perzsa bajnok. Ki az, aki magyar részről mindezt elfogadva? Hadd lássuk, kinek lesz ez bátorsága, kit engedti Zrínyi megvívni ezt a híres bajt. Érkezik is Novák János hadnagy, és Orsics István hadnagy. Ők veszik fel a kopját. A kopja felmutatása a párbaj elfogadását jelenti. Ezt a vitézek jelzéssel fogadják, biztatják a vállalkozókat hitük szerint való kilátással. Megegyeznek egymással a feltételek fölül. Megvizsgálják a bajok fegyvereit, és ahogy a kivívás zajlott, már a kezdetén is, tehát ez most nem halálos baj, hanem csak úgymondván első vérig való viaskodás. Egy biztos vágásig tartanak a felek, erejük még hátra vagyon, másra kell azt tartogatni. Elsőre tehát Novák János, szigeti hadnagy, és Pervíz aga, a törökök bajnoka fog egymással megküzdeni. Szabjával vívnak egymással. Az esemény abszolút íratlan szabályait mind a két fél betartja. Hitet nem szeg, hiszen nagyobb tétje van a dolognak, nagyobb tétje van az ostromnak, és jelen van a szultán is. Figyeli messziről az eseményeket. Zrínyi is a várfalról szemmel tartja a daliákat. Minden rendszerint kell zajlódjon, megegyezés szerint. Folyik az egyezkedés, tehát első vágásig, első biztos vágásig, ha úgy tetszik, első vérig tart majd a küzdelem. A török vezérek elnéznek a szultán sátra felé, várják az áldást mutató jobb kezet, és meg is jön a szultánnak a jelzése. És áldása is a bajviadalra. Nos hát, Pervíz a szultán áldásával indul neki a bajnak.
Novák János pedig Zinyi bíztatja. Szokolovics Mehmed nagyvezér is jelen van a bajviadon, emelve a rangját az eseménynek. Fegyverek megvizsgálása ismételten, átvizsgálása, ruházatot is ellenőrzik, ne legyen rejtett fegyver, kés esetleg. A feleknél tisztesség meglegyen. Ezeket már csak a szokás is megköveteli. Nincs méreg a pengén. Pervíz jelzi azt a magyar igazlátónak, hogy őt nem abból a fajtából faragták, hogy mérgezett pengével kelljen viaskodnia. Azt más országban kell keresnie a magyar igazlátónak. Nem Anatóliában. És kezdődik az első törökök parancsnok a vírek egymással. Rajta hát küzdjetek vitén! Valami hiba történt, egy kis csöndet kérünk. Itt valamilyen becsületbeli dolog történt. Sérült fegyver ellen nem vív, majd a csatatéren folytatják a felek a vívást, megszakadt a bajviadal. A kor lovagias szabályai egymással becsületbeli dolgot cselekedtek a vitézek, ezt most mindenki érti, aki katona ebben a korszakban, a közönség számára pedig azt jelenti, hogy ez a párbaj most nem ért eredményt, itt most véget ért a felek, majd a csatatéren folytatják a megméretkezést. Hát a hosszas előkészületek után a következő bajviadalra készülnek a vitézek, Orsics István, Szigeti Adda és Balbazán török vezír, azok, akik egymással fognak érkezni. Balbazán Perzsiából érkezett hozzánk, a szultán jeles vitéze. Orsics pedig Zinyi kedves embere, személyes bondériumából, Dunántúli főkapitányság egyik csapattestének parancsnoka. Egyvereket gyorsan átvizsgálják, ruházatokat ismét, de hát ez csak inkább formaság, mert a vitézek ilyen nagy plénum előtt alig ha merészelnének csalni, az mindenkinek a becsületvesztést jelenteni, ebben az esetben a tisztességes föltételek előbbre valóak mindennél. Balbazán vezér csak úgy könnyedén forgatja a szobjáját, hatásuk ilyen szedül. Hajtán biztosátok őket, zenészek, vitézek! Vitézi a győzelem. Éjjel hát! Orsics hadnagyunk szerzett dicsőséget Szigetvár védőinek, ebben az esetben Balbazán kezelni kell, sebeit ellátni, hiszen még a tusára szükségünk van rá a törököknek. Magyarok pedig sürgősen visszavonulnak, mert mostantól kezdve fordul a kocka, becsület eddig tartott,
egymásnak megtiszteltetést eddig adtunk, eztán most már üssed, nem apád, nem anyád következik. A kapukat bezárják, jó erősen földdel, eltűnik, ha egy mód van rá. Ebben az esetben viszont nem biztos, mert lehet, hogy kitöréssel is fognak próbálkozni. A magyarok az ágyukat előre tolják, a törökök is. Gyalogság hátrább borul a tűzvonalból, reményeim szerint nagyvezéri parancsra. Agár, bégek, pasák kikapják a lőparancsot, lőport osztanak a katonáknak, fölkészülnek a tusára. Közönség kedvéért mondom megint, hogy javaslom, hogy szájukat tártsák nyilván el a hanghatások. És elkezdődik a közönségi Yeah!
hátrább húzódik, rendezi sorait. A hagyot szilárdan tartják. Gyűlöszve előjáróságával. A szultán mérges. Égeti szívemet ez a vár. Azt akarom, hogy az egész égjen. Ezt kívánja Szulejmán szultán. Égjen az az akor, amely égeti szívemet. Nagyvezér továbbítja a parancsokat a végeknek, pasáknak. Az ostrom során eddig elesett több mint 2000 török katona. A magyar védők között is sok a sebesült, de csak 200 a halott. A vár erősebb, mint gondoltuk. Nem egyszerű jó attól ez. Oroszlán vele. Hadvezér tanácskozása.
újabb taktikát fog rendelni, és a szultántól jelzést várnak. Uralkodó beteg. Pálya lába. Nem tud mutatkozni a seregeket. Ne zakolassátok végek, csak a győzelem hírében. Következőképpen szól a történelmi eseményekről. A városroma idején a világkódot jó uralkodónak drága egészsége gyönge révén ágyba feküdt. Ugye leközben a vár elfoglalása ideig óráig késett, a páratlan szultán egész, hogy a szultánt látni akarják. A katonai veszteségek, a katonák lázongása, a szultán személyét nélkülözhetetlenítette. A nagyvezér követet küldött az ifjú trónörököshöz. Mondd meg neki, siet belőle a szereket. Máskülönben Allah annyi szolgálja és Allah profétájának zászlója az ellenség kezében marad. Tudta nagyon jól, hogy az elhúzódott ostrom eredménytelensége, az éhezés, a nélkülözés és a járvány miatt elkeseredett fegyveresztenek körében uralkodó hirtelen halála súlyos zavargásokhoz vezet. Lássátok a szultán, hiszen él!
rádőre az hazud. A végeket és pasákat. Mitélők legyenek, hogyan, miképp foglalhatnánk el a belső várat? Hogyan kényszerítették a magyarokat térdre, vagy alkuval, vagy erővel?
magyarok, fegyverei hallgatják előre, de valami történik, itt a várkapu. Valami furcsa szállt jön ki fel azon a kapu és a katonák, maga Zrínyi személyesen. Ez egy selekópó. A védőkön a sor. A török katonák bíztatásra szorulnak az utolsó bíztatásra. Dégek és pasák üzenik a harcosait szívét. Levélzni György nevében
ügyben a várkapitánynak György előadta, hogy súlyosan a törökök fogságába került. És Szokori Mehmed nagyvezér igen jól bánik vele. Azt tanácsolja általapjának, mondjon le a makacs ellenállásról és ötvöiségről. Mit használ ez? Most már jöjjön ide le, sőt a posa megígérte, hogy közben jár a szultánnál, aki Zimnikósnak adja a magyar front, Horvátországgal és Szlavóniával együtt. Zrinyi, látva a családi zászlót, állítólag hitelt adott a levélnek, és válaszolt fiának. Szerem fénye, szívem vére, kedves fiam! Amit írtál, tudomásul vettem, és mindent megértettem. Te tudod azonban, hogy a mi családunk a bátorság szilárd talaján áll. Hát gyönyörű idő volt, mikor eljött. És nekünk nem illik beszélni senkinek, sem gyengeségről, sem tehetetlenségről, mert ez gyávaság lenne tőlünk. Ilyen élet nekem nem kell! Amíg élek, a pasa várhat, nem kaphatja meg tőle. Zrinyi maga köré hívta közvetlen szolgáit, kamarását, beszédet készült hozzájuk mondani. Közben a törökök bekiabáltak neki megadási felszólításokat, segyebeket. Látja az Zrinyi tűznek pusztítását, látja vitézei fogyatkozó számát, asszonynak, gyermeknek nem való epokol. Itt kell pusztulni neki, nem való. Töröknek haragja, a férfi ellen szól, kegyelemre köztük senki sem gondol, de asszonyt és gyermeket véd a törvénye, török bosszújának ez vagyon a féke. Így, ha ők vesznek is választott halállal, ártatlanok megmaradhatnak még ha rabsággal. Isten kezében vagyon itt mindenki, csak ő szabadíthatja itt a népet ki. Jöjj Cserenkó! Hű szolgáló vitézem, add nékem ünneplő öltözetem, add nékem szárfogó aranypénzem, várom kócsait övembe teszem. Fejembe teszem szép kócsagos üregem, apám régi kardját, markolja kezem. Nem kell nekem már más, mint az udvarba, aranyom osszét, mind a katonákkal. Köré gyűltek mind, udvaroncai, rokonai, kísérői, majd ekép szólt katonáihoz. Testvéreim, vitézek! Imi mindjárt látjuk, hogy büntet minket az Úristen tűzzel, hogy ellenségeink erőt vesznek rajtunk tűzzel, és nem annyira az ő erejük, mint inkább a tűz pusztít el minket és győz le. Mindezekért legyen hála az Úristennek. El kell fogadnunk ezt a büntetést, mint Istentől kapott jót, mert nem csak a mi bűneinkért, hanem az ország más bűneiért is büntetni akar minket. Tudjátok aztán jól, mint esküdtem először én, utánam pedig ti mindnyájan hűséget esküdtetek, ezért itt most együtt akarunk élni és meghalni. Hála legyen érte az Úristennek, hogy eddig semmiféle hűtlenség nem jelent meg közöttünk. Most se legyen! Mindé most már mit látjuk, hogy itt nem lehet tovább maradásunk, ezért a mindnyájan is azt akarnunk, hogy tudtunk, erő és tűz miatt itt megmaradni, ezt áll nem tudunk. Az egyik ok, mert égünk, a másik, hogy kevesen vagyunk, a harmadik, hogy nincs életségünk elég, és a gyermekeitek, asszonyaitok meghalnak az éhségtől és a szomjúságtól. Miért akarunk át itt elégni? Induljuk, vitézek, kifelé ebből a várból, a nagyvárba, ott pedig berekedjünk meg szemtől szembe az ellenséggel, hogy halálunk után jó, becsületes hírünk legyen. Aki meghal, Istennel lesz, aki pedig megmarad, annak jó híre lesz. Én leszek azért az első. Én megyek elsőnek előttetek. Amit én fogok tenni, ezért tegyétek ti is azt. Higgyetek nekem, testvéreim és vitézeim, hogy haláláig senkit sem fogok elhagyni.
díszletét, katonáit tüzelte. És ki is fél neve kiabáltott, hogy bátor magyarok, adjátok fel az várat kegyelemre, hiszen eddig bátran harcoltatok, számítottok a padisok kegyelmére. És ezen közben mi már utoljára kinyíltak sziget belső várának kapui. Török sereg pedig közelebb húzódott a falakhoz. Parét font a belső vár köré szoros gyűrűt, harci dobjaikat megverve, állítólag annyian voltak, hogy a nádasok berkek látszani se látszottak a turbánok kecsék ezreitől. Hófehér lett minden, a dobok döndültek, a végső harcra készültek a török harcosok. Már egy álló éjjel és egy napon át égett, és ekkor kinyíltak Szigetvár kapui. A védők sisakjaikat, páncélukat levetették, pajzsaikat félretették, partvereiket eldobták. Egy szár kardot fogtak kezükbe. Megadják magunkat! Nem adják! De nem azért, hogy feladják a várat. Szükségetek lett volna. Sajnálom halálát, nekem jó szomszédom volt, eltemettettem. Ezen közben a törökök asszonyokat utolnak ki a várból, és néhány elfogott vitéz, Szokolics megfederé visznek, kísérde. Zrínyi fejének fölmutatása a török győzelmét jelentette, a nagyvezér pedig a foglyok kihallgatására indult, és két kérdést intézett hozzájuk. Hol van Zrínyi kincse? Hol van aranya? Alapi Gáspár büszkén válaszol. Mindek fogtok halni, rátok robban a vár! Mindek haltok! Mindek haltok, föl fog robbanni a vár! Mikor ezt háromszor elismételte a nagyvezér, kiadta a parancsot,
Minden janicsár vonuljon ki a várból! Sokan gyúltak, posztolgattak oda bent, csak kevés férfi maradt adott életben, talán 2 tucat. Asszonyoknak és a gyerekeknek bántodása immár nem esett, rágaroknak számítottak. És ekkor Szigetvár falai megremegtek. Török leírás szerint az ég meghasadt, és a Belsővár eltűnt a föld színéről. 3000 török katonával együtt. Az ostrom alatt 30000 janicsár és szpáhi veszett oda. A járványban elesettek, és egyéb fegyveret nevet képviselők, aszabok s egyedek meg sem szálláltattak. Alapi viszi a fejet Győrbe. A király táborában, és a nagy vezérlemény, egy potlány,